Szép napot kívánunk! Felálláshoz nem változott, a Magyar Nemzeti Levéltár egyik termében ülünk. Változatlanul olyan oklevelek és diplomák között, amikhez sajnos nem szokott hozzányúlnom, de beszélgető partnereink, aki történész és a levéltár munkatársa, a levéltáros Havar Anton, neki szép fehér kesztyűbe lehet. Ezt azért mondom, mert kaptunk kommenteket, amikkel nem szoktunk törődni, de kaptunk leveleket is, és valamelyik kisgyerek megkérdezte, hogy miért van a bácsink fehér kesztyű? Miért van rajtad fehér kesztyű? Hát elsősorban azért, hogy az irathoz ne közvetlenül az ujjammal nyúljak hozzá, mert tulajdonképpen az emberi bőr természetes zsír tartalma vagy zsírossága is hosszú távon árt az iratnak. Pedig ma is nagyon szép iratokat hoztál. Igyekeztem. Méretre is nagyobb, mint az eddig, ami elhanyagolható szempont, de sokkal díszesebb is. Erről a díszességről fogunk beszélgetni a fül témán kapcsán, de előtte még át kell adjak egy üzenetet, ez szintén levélbe érkezett. A tegnapi adás után Anton nagyon alter, mondd meg neki, hogy lett egy rajongója. Akkor én most megmondom, Anton, hogy lett egy rajongód. Nagyszerű. Azt is mondták, hogy ne izgulj, bár nem ártana egy kicsit itatnom téged. Hogy á, igen, lehet, hogy erre csak annyit szeretnék mondani, hogy kapcsolódni fog valamelyik témánkhoz, ugye az Anzsú, illetve az Anzsúkor utáni időszaknak a kultúrtörténetének egy sarkalatos pontja, étkezési szokások, öltözködés. Tehát ha lenne egy csöppeszünk, akkor most egy lovag étterembe ücsörögnénk, és ja, természetesen tudományos célzattal ennénk végig az étlapot, de hát nincs. Azt is kérdezték, hogy Anton cool, miért nem ő tanítja nekünk a törit? Megkíméljük Antont, egyébként Antontól el a kezekkel, egyrészt mert foglalt, másrészt meg ebben a 10 napban most csak a miénk. Egyetlen egy eset van, amikor lecserélnélek, ha mondjuk Gianluigi Buffontól kapnék egy levelet, hogy ráérek, jövök, de akkor azonnal menned kellene, de azt hiszem akkor az operatőrnek is. Na, sok hülyeség után térjünk rá a mai témánkra, ami nem más, mint kicsit visszatérünk a lovagokhoz, Lajoshoz, és a lovagi viselet. És aztán inkább te beszélj. Mit hoztál nekünk? Honnan fogjuk ebből látni a lovagi viseletet? És milyen képet kapunk majd arról, hogy milyen is volt ez a lovakkor? Hogy épültek fel a seregek? Miért jelentős Nagy Lajosnak a serege? És hát nyilván ugye a Toldit is be fogjuk ebbe vonni. Hát ezúttal illusztrációs anyagot hoztam, címeres leveleket. Ugye levéltár vagyunk, tehát képeket nem gyűjtünk, kevés is van a gyűjteményeinkben, illetve ugye fegyvereink meg ilyesmink sincsen, hadtörténeti múzeumot tudom javasolni a téren. Úgyhogy azzal tudok szolgálni, amink van. Ez pedig két olyan középkori címeres levél, kicsit később, mint az Anzsúkor, mert második Ulászló adta ki mind a kettőt a 16. század legelején, de mindkettőnek a címer képében nagyon szépen és főleg részletesen és hitelesen megfestett páncélos lovagok vannak. És ezen tudom egy kicsit megmutatni levéltári anyagon, hogy a tágabban vett korszakban hogyan is néztek ki ezek. Mutasd! Az első, szerintem szebbik oklevelünk, az a címeres levél, amelyet 1509-ben adományozott II. Ulászló királyunk Muronyi Vér Andrásnak, aki az akkori királyfinak, Lajos hercegnek volt a familiárisa és a fő étegfogója. Szóval a hercegi udvartartáshoz tartozó fontos ember volt, és a címer festményben nagyon, nagyon szép és kvalitásosan van megfestve. Ugye láttunk egy gyalogos katonát, vagy lovagot, aki tetőtől talpig lemezpáncélba van öltözve, és nem is egy, hanem két kardja van, az egyiket majdnem, hogy a vállára vetve tartja a feje mögött, a másik pedig a derekán lóg, annak rendje is mondja szerint. Ami még remélem látszik a felvételen, az, hogy itt a
karján is látszik, meg a két lába között, hogy a páncélt nem csak úgy közvetlenül a testükre vették a vitézek, hanem vastag gyapjúval, meg egyebekkel kibélelt hát ilyen kabátot, vagy tehát aláöltözetet vettek. Egyrészt azért, mert például nyári forró időben fölmelegedett egész egyszerűen a napon a páncél, és ez elég kellemetlen lehetett. Másrészt pedig azért, hogy például ne dörzsölje ki a tagjaikat a hosszú menetelés, meg lovaglás, meg harc közben. Télen meg éppen ellenkezőleg, ugye jéghideg fénypáncélban meg lehetett fagyni, ha muszáj. Bár egyébként télen nem kevésbé háborúztak. Tehát a háború ideje a tavasztól őszig. Tehát a úgymond, meleg idő volt. Amit még meg lehet figyelni itt ezen a címer festményen, az a hát tulajdonképpen a sisak, nem tudom mennyire látszik, de szóval nem rostélyos, tehát nem felhajtható sisakja van, hanem egy ilyen a fej formáját követő gömbölyű sisak, ami abban is különbözik a régebbi, például a klasszikus keresztes hadjáratok idején használt sisakoktól, hogy míg azok sokkal nagyobbak voltak, és a lovagnak a vállán álltak. Tehát a sisak az fixen állt, és benne mozgott a lovag feje. Ezek már kisebbek, könnyebbek voltak, és a fejjel együtt mozogtak. Tehát például nagyobb látókört biztosítottak a vitézeknek. Ugye ezt már említettem, hogy ez az 1500-es évek eleje. Az Anjou korban, tehát a 14. században a lemezpáncél, főleg a teljes testet elfedő lemezpáncél, az még csak elkezdett legalábbis Magyarországon kialakulni, meg ráadásul ez a legdrágább változat nyilván. Tehát a legtehetősebb főurak tudták csak ezt megengedni magukat. Általában a legnépszerűbb csataöltözet a láncing volt. Meg ugyanebből a lánc szövetből mondjuk, tehát sapkát is készítettek, amelyre aztán esetleg lemez sisakot húztak. És a lemez páncél inkább ilyen kiegészítésre, tehát válvért, vagy melvért, tehát akasztottak még pluszba a láncing fölé, de alapvetően a láncing volt, amennyire én tudom, a legelterjedtebb abban a korszakban. Az első adásban meséltél egy történetet, amikor a Lajosunk várakra mászkál. Akkor ez egy hasonló ruházatban történhetett, csak mert ilyen bazi nehéz cuccban, igen, macerás lehetett. Hát nagyon macerás lehetett, főleg ugye igen, egy ilyen tetőtől talpig terjedő öltözetben. Most én azt nem tudom, hogy Lajos király személyesen éppen milyen vértezetet viselhetett. A képes krónika illusztrációit egyébként érdemes megnézni etére, mert hogy ezek kifejezetten Nagy Lajos korának a öltözködését, meg fegyvertetét, meg mindent ábrázolják. Független attól, hogy a kép mellett lévő szöveg éppen nem tudom, Szent Istvánról szól, vagy Árpád-kori királyokról. A komplet illusztrációs anyag a 14. századot ábrázolja, hogy onnan lehet puskázni. Most azok kedvéért, akik nem ismerik a képes krónika történetét, nagyon röviden miért is. Mert mi az egy dolog, hogy mi tudjuk, hogy ugye valószínűleg Lajos korábban keletkezett az uralkodó megbízásából, de valami nagyon röviden egy kicsit közelebb itt róla. Hát a képes krónika az egy olyan mű, amelyik sokáig, tehát hosszú, tehát nem valaki leült és megírta, hanem hosszú időn keresztül keletkezett, újra és újra másolták, módosult a szöveg, meg kiegészítették, meg ilyesmi, és ezért nevezik ezt 14. századi krónika kompozíciónak, mert hogy nem egy valakinek a műve, a szöveg, hanem egy időszak alatt alakult ki. És a képes krónika maga pedig egy reprezentációs céllal készült
példány ebből. Nyilván, tehát ugye érdemes, ha valaki nem ismeri, nem látta, akkor nagyon-nagyon érdemes megnézni a reprint kiadást, vagy egyébként fönt van facsimilében az interneten is, tehát meg lehet nézni, csak szinte az eredeti oldalak a digitális képen. Tehát ez az anjoukori magyar művészet egyik csúcspontja. Az ábrázolást silag meg minden, és kifejezetten jó képi forrás az anjou korszakra. Tehát a fegyverzet, hát ezt már említettem, a fegyverzet, az öltözék, ezek mind-mind az anjou korra jó forrás. Igen, az öltözékről majd lesz szó, ez a keleti-nyugati kettősség a viseletnél. A reprezentációs cél pedig ugye egyszerűen az volt, hogy Lajosnak volt még egy lánya, Hedvigen, és Márián kívül, aki igen korán elhalálozott, viszont neki a leendő kinézett férje az francia volt, és abba az udvarba szánta, ha jól tudom, Lajos a képek sorolikának az egyik példányát. Igen. Bemutatni a családot. És hát arról se feledkezzünk meg, mert a képes krónikáról már volt szó, és esküszöm, többet készülök az anjoukról, mint annak idején a vizsgáimra. Tehát ez a képes krónika többféle kiadásból, esetleg könyvtárból is ki lehet hozni. Mielőtt a másik oklevelet is megmutatnánk majd, válaszolnunk is egy kérdésre, ugye ez is így levélbe jött, hogy miért nem részleteztük Zács Klára halálát, mert ennek kapcsán mutattuk valamelyik adásba a képes krónikát. Hát azért, mert aki ilyet szeretne olvasni vagy látni, az nézze a TV-be a doktorcsontot, mert az kevésbé véres, mint ahogy le van írva, hogy Zács Klára szegényként hogy veszti el az ujjait, meg az órát és egyéb testrészeit. Tehát korhatáros dolgokat nem reklámozunk. Ugyanez igaz, és válaszolnánk egy másik kérdésre. Az első adást egy fiatalember fölrúgta. Miért hagytuk abba akkor, amikor Johannának a visel dolgairól kellett volna beszélni? Hát mert az még ennél is nagyobb korhatárral jelenhetett volna csak meg. Hát meg minden nem fér bele egyszerre. Úgyhogy folytatni fogjuk a lovagi öltözetet egy másik oklevélen, és akkor rá is fogunk térni a korabeli viseletekre.